Kressz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére 1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület. Az Országos Mentőszolgálat 1948-as megalakulása óta egységes állami szervezetként működik. Napjainkban az egészségügyi intézmény irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja a mentéstant. Május 10-ét a szervezet születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. A szerencsi egészségügyi dolgozók ezen a napon felavatták az állomásuk előtti kis parkot, amelyel a szolgálat közben elhunyt kollégáik áldozatos munkája előtt tisztelegnek. Megbeszéltük a bajtársainkkal együtt, hogy szeretnénk egy emléket állítani azoknak a dolgozóknak, akik már sajnos nem lehetnek közöttünk, és ennek kapcsán segítséget kértünk a környékbeli polgármesterektől, vállalkozóktól, és az ő hozzájárulásokkal és a bajtársak munkájával sikerült megvalósítani ezt a kis emlékparkot. Méltó emléket állítva azoknak a bajtársaknak, akikkel sokan együtt kezdtük a pályát, de már sajnos nem lehetnek közöttünk, mert akár szolgálatteljesítés közben, akár betegség, vagy már nyugállományban megfáradva ugye, támasztak az élők sorából. Az eseményen Kocsis Sándor, római katolikus plébános, valamint Csejoszki Szabolcs, görög katolikus parókus megáldotta a díszes, kegyeleti faoszlopot, majd Szűcs András és Tőkés Zoltán helyezte el a megemlékezés koszorúját a kopjafán. A megnyitó után az állomáson dolgozók nyílt napot tartottak a helyi és a szomszédos települések diákjainak, óvodásainak. A kicsik megismerkedhettek a mentőszolgálat munkájával, valamint a munkájuk során alkalmazott eszközökkel.